2023-24-es ünnepi sorozat nyitó koncertjén zenetörténeti kuriózummal várta a közönségét az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Szent István Székesegyházban megrendezett hangverseny műsorában Ruf Tamás igazgató köszöntőjét követően Luigi Cherubini C-moll requiemje csendült fel. Az esten közreműködött az Alba Vegyes Kar és az Ars Musica Kórus. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a mai napot, és azt, hogy minden évben megbízhatóan a Requiem repertoárnak valamelyik szép darabját megszólaltassuk közösen. Most már évek óta a felújított Szent István Bazilika egy csodálatos helyszín erre a szép estére, és nagyon nagy öröm az, hogy Pad Zoltán karnagyunk vezényli a ma esti Cherubini C-moll Requiem előadást Székesfehérvár kórusainak és hivatásos szimfonikus zenekar előadásában. A mű érdekessége, hogy eltérően az oratórium repertoár legtöbb nagy remekétől, a szerző kizárólag kórust alkalmaz benne, nincsenek énekes szólisták. A szerző nagyon érdekes korban élt, Mozart után, de tulajdonképpen még a nagy oratóriumok előtt. Viszont olyan korokat előlegez meg a zenéjével, amelyet aztán Johannes Brahms teljesített be a saját német requiemjével. Ugyanis ez a requiem, ez C-mollban íródott, de nagyon hasonlít a hangszerelése a Brahmshoz. A hegedűk hiányoznak az első két tételben, és ugyanúgy a végén a brácsa játssza a legmagasabb szólamot. Ez egyfajta rágondolás, megemlékezés, igaz a requiemi hangulatot áraszt ez a darab. Az elcsendesülés estjén bebizonyosodott, a kivételes méltósággal előadott darab minden közösség számára fontos, lélekemelő pillanatokkal ajándékozták meg az emlékezőket.